szépen karácsonyi vásárba járunk, a Gelléri Pincészet fangjánál. Megkérdezzük a kedves eladóhölgyet, hogy mit ajánlana az ide látogató vendégeknek. Nagyon szívesen várunk mindenkit, a jelenlegi borkínálatunkkal 10 féle borral fogjuk szolgálni, amely a hidegborokat takar, illetve hát mivel a hidegre való tekintettel nyilván készültünk forradborral is. Olasz rizlingből van a fehér borunk, illetve a vörös borunk Cabernet Sauvignonból. Mik a jellegzetességei, vagy van-e a pincészetnek egy különleges bora, amit ajánlana? Mindenféleképpen többet is tudnék önöknek ajánlani. Hát a legjelentősebbek, ugye a 10 féle közül most választottam ki ezeket, de természetesen az összes többi is nagyon szívesen és szívből ajánlom. Hát ugye a jellegzetes fajták itt a mi vidékünkön az olasz rizling, a chardonnay, a muskotáj, ezek ugye a fehérborok, illetve a vörösbor, a cabernet sauvignon, illetve a rozét tudom ajánlani. Amiket kiemelnék még ezek közül, ezzel a fehérrel kezdeném elsősorban, ez a Köves Kút királya. De a nevét arról kapta, hogy a Köves Kúton van a szőlőterület, ahonnan a szőlőt születelik. Ez egy késő olasz rizling volt, amúgy, és félszáraz. Mindenféleképpen tudnám ajánlani karácsonyra. El is nyertem úgy most éppen egy díjat, melyet a dr. Fazekas Sándor miniszter úr írt alá. Itt látható is az oklevele róla. Három csillagos minősítést kapott, szépen tudom ajánlani akár a karácsonyi vacsora mellé. De tudok ajánlani a vörösbor kedvelőjének is volt. Ez a Cabernet Sauvignon, ez egy száraz bor, egy 2012-es évjárat. Ő is nyert már egy díjat, mégpedig a... mutatom is az oklevelet. Nagyon testes, jellegzetes, mindenféle szépen ajánlom. Ez egy könnyed, friss vörös bort jelent. Illetve amit még kiemelnék, az pedig egy 2008-as születelésű jégbor. Ugye ez teljesen más kategóriát jelent. Mit kell tudni a jégborról? Hát igazából december, azért is jégbor, mert decemberben születelik ugye a hideg időben. Ez egy nagyon tehát ez egy édesbor, ezt mindenféleképpen az édesbor kedvelőjének tudnám ajánlani. Ő pedig egy nagy aranyat nyert amúgy, a Gelléri Pincészet a Balatonfüredi borversenyen, tehát ezt az elismerést kapta. A többi borunkkal is nagyon szépen szerepelünk a versenyeken. Az idő nem engedi, hogy most mindet felsoroljam, de igazából hogyha valaki ide látogatott és megkedvelte az itt kóstolható borokat, később hol találhatja meg a pincészetünket? A pincészetünk is Felsőrsön van, mint a legtöbb szőlőterületünk is Felsőrsön van. A pincészetnél akár borkóstolót is szoktunk rendezni, apartmanok is vannak, tehát mindenféleképpen az ide látogatók, hogyha több időre szeretnének maradni, őket is ki tudjuk szolgálni. Én az elérhetőségeinket tudnám ajánlani önöknek, hogy mindenféleképpen keressenek meg bennünket. Jó. Amit még szeretnék, hogy elmondani a Gelléri Pincészetnek a barairól, hogy a Gelléri Pincészet barát feszültséget old, jó kedvre derít, fertőtleníti a testet és tisztítja a lelket. Váljon egészségükre! Köszönöm!